Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Akár polgármesteri tisztségéből is felfüggesztetik Budai Lórántot. A Jászban egy városvezető nem hívott össze a felosztatáshoz szabályosan kezdeményezett rendkívüli ülést. Pócs János szerint minden nap veszít Jászberény, amíg ez a városvezetés regnál. A képviselő is kifejtette véleményét a feloszlatás polémiájáról. 760-an kerékpároztak az idei zagyvahajtatórán. Köszönöm kedves nézőink, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják hétfőn este 18 településről 18 órától. Jászberény képviselő testülete fegyelmi eljárást indíthat, és munkáltatóként a tisztségéből akár fel is függesztheti Budai Lóránt polgármestert. Azt követően állt elő ez a helyzet, hogy a város választott vezetője képviselők jogszerű kezdeményezése ellenére nem hívta össze a törvényben szabott határidőig az önkormányzati testület rendkívüli ülését. Budai Lóránt szerkesztőségünknek nyilatkozva úgy vélte, nem követett el jogsértést. Semmiféle törvénysértést nem követtem el, és állok a vizsgálat elé, emelt fővel. Vizsgálat indulhat Budai Lóránt polgármesterrel szemben azt követően, hogy a Fidesz frakció tagjai és dr. Gedei József DK-s képviselő közös indítványára nem hívta össze 15 napon belül a képviselőtestület rendkívüli ülését, amely a testület feloszlatásáról dönthetett volna. A Hír 18 legutóbbi adásában beszámoltunk róla, hogy az október 6-ai határidő lejártával közösségi oldalán jelentette be döntését a város vezetője. Szerkesztőségünknek nyilatkozva elmondta, hogy a kormányhivatal korábbi állásfoglalása szerint kívánt eljárni. Arra kért, hogy ezt a törvénysértő állapotot, mely szerintem nem törvénysértő, de ez most egy másik lapra tartozik, szüntessen meg október 27-éig. Magyar október 27-éig kaptam arra haladékot, hogy ezt a napirendet megtárgyaltassam a képviselőtestülettel. Ezért én azt gondolom, hogy mivel a kormányhivatal szabott egy határidőt, azt betartva teljesen joggal mondtam azt, hogy nem hívok össze rendkívülit, hiszen addig az ülést meg kell, hogy újra össze kell, hogy hívjam, október 19-én rendkívüli ülés helyett rendes ülésünk lesz, és azt gondoltam, hogy a határidőt betartva ott ezt meg tudjuk tárgyalni. Október 7-én pénteken azonban Tamás Zoltán képviselő kérdése nyomán a megyei főispán levelében már a testület legrövidebb időn belüli összehívását kérte a fennálló jogszabálysértés megszüntetésére, és kezdeményezte a képviselőtestületnél, mint a polgármester munkáltatójánál a fegyelmi eljárás megindítását. Az eljárás magával hozhatja, hogy tisztségéből felfüggesszék a polgármestert. Állok elébe, nincsenek illúzióim, a Fideszes és a DK-s többségű testület meghozza majd a döntését, az emberek pedig majd erre reagálnak véletlenül az időközi választáson. Fenntartja véleményét, hogy a testület feloszlatása nem a város érdeke. A városnak most nem ez az érdeke. Én ezt elmondtam, hogy karácsonykor az advent időszakában kampányoljunk. Én hoztam egy döntést, melynek értelmében ez a kampányidőszak jövő év elejére csúszhat. Nem hiszem, hogy a város lakói erre kíváncsiak. Egyébként a város érdeke egész évben ennek ellentétes, de egy adventi időszakban meg mégiscsak azt mondom, hogy nekünk nem kellene kampányolnunk, nekünk nem egymással kellene foglalkoznunk, a város érdekeit kéne, hogy figyelembe vegyük. A kormányhivatal állásfoglalása szerint jogszabálysértés történt a képviselők indítványának figyelmen kívülhagyásával, a szabályok tudatos figyelmen kívülhagyásával. A polgármester szerint azonban alapvetően nem erről van szó. El akarnak távolítani a pozíciómból. A város lakói felé inkább ez az üzenet, és azt mondom, hogy nem fogom ezt engedni, nem fogom hagyni, a város érdekeiért mindenki fogok állni, akkor is, hogyha az egyes érdekeket sért. Én állok elébe a vizsgálatnak, az én üzenetem ez, hogy akkor is ki fogok ezért állni, hogyha ezért egy felsőbb hatóság engem megfed. A polgármester mindezekkel együtt többször azt hangoztatta, hogy szerinte nem sértett törvényt. A képviselőtestület jogköre, hogy erről munkáltatóként folytasson vizsgálatot, és döntsön arról, hogy elmarasztalja vagy sem Jászberény választott vezetőjét. A Jászberényi képviselőtestület feloszlatásával kapcsolatban is kérdeztük Pócs János országgyűlési képviselőt a Képviselő Info politikai közéleti műsorban. A jászsági politikus szerint az oszlatás azért is fontos, mert láthatóan minden nap veszít időt, forrást, lehetőséget a Jász főváros, amíg ez a város vezetés regnál. Az országban még egy olyan jegyző és még egy olyan polgármester, aki a törvényeket
büszkén vallja, hogy lából Tiporja nincs, és nagyon rossz üzenete van a mögötte lévő közösségnek. Nagyon rossz, a városra nézve. A képviselő info legfrissebb adásának egyik jársági témája lesz a Jászberényi képviselő testület oszlatása. A képviselő kiemelte, hogy tartja magát ahhoz, hogy mindez a város belügye, de a törvénytelenséget és a hazudozást nem tűri, ami az oszlatás körül zajlik. Szerinte teljesen hiteltelenné vált a polgármester, amikor a saját ígéretét nem tartotta be. Azt mondta, hogy az első törvényes testület ülésre be fogja hozni az oszlatás kérdését, és nem vitte be. A polgármester az hazug, mert 2 év óta oszlatni akarja a testületet. Amikor megszólalt a médiában, a Facebook közösségében, akkor kizsarolta, kiprovokálta, megfenyegette mondjuk a többség Fidesz frakciót, hogy írja alá, legyen tökös, legyen bátor. És amikor a Fidesz frakció aláírta, akkor letagadta, hogy tulajdonképpen nem jó akar oszlatni. Törvénysértő. Sokadik alkalommal szólította fel a kormányhivatal, hogy az, amit a polgármester és a jegyző csinál Jászberényben, az törvénysértő. Nem várhatjuk el... Bocsánat, szerintem meg a város érdeke? Mert vannak választópolgárok, akik pedig nem szeretnék. De szerkesztő úr, nekem ahhoz hűződik most érdekem, hogy sietek a parlamentbe, és nem állok meg a pirosnál. Mert nekem ehhez hűződik érdekem. Mert olyan ügyeket fogok elintézni a parlamentbe, hogy én nem késhetek. Ehhez hűződik érdekem. És ha megállít a rendőr, vagy ne adj Isten elütök egy gyereket, akkor ott is el fogom mondani, hogy nekem ehhez hűződik. Nem, ne haragudjon. Szerkesztő úr, nehogy már innen a tévéből üzenjünk az embereknek, hogy ha valami más érdek felülírja, akkor nem kell betartani a törvényt. A parlamenti képviselő szerint az is visszás, hogy a közmeghallgatáson a 10 millió forintos költségre hivatkozva érveltek felszólalók a feloszlatás ellen. Pócs János szerint akkor miért nem aggódtak ezek a választópolgárok a város vagyonáért, amikor vissza kellett adni a 800 milliós pályázati forrást, vagy kifizették a 300 milliós előleget a malom kivitelezőjének. A várhatóan jövő évelei választással kapcsolatban a képviselő szerint hiába készül arra a városvezetés, hogy a kormánypárt reputációja meggyengül a rezsiköltségek emelkedése miatt, ami kihathat a helyi választási eredményre. Szerinte kemény időkben stabil háttér és stabil kormányzás kell, amit az ellenzék nem képes megadni a jelenlegi helyzetben. És hogy ez ne az én véleményem legyen, egy ellenzéki média tart a napokban, vagy tartott utcán közvéleménykutatást, és az ő elmondásuk szerint a megkérdezett embereknek a 65%-a mondta, hogy Jászberénybe oszlatni kell, és a Jászberényi városvezetésnek mennie kell. Pócs János szerint minden egyes nap kártékony Jászberénynek, amíg a polgármester és a tanácsadói vezetik a várost. Ezt a véleményét bővebben is kifejti a képviselő info napokban megjelenő adásában. 760-an kerékpároztak az agyvahajtatórán. Az egyhetet csúsztatott verseny megszokott rajt célpontja is változott, a Lehel termálfürdő és kempingből indultak és ide is érkeztek a kerékpárosok. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte egy másik hír. Újra Jászberényben adott koncertet a Szirom zenekar, most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szervezők és a zenészek is fontosnak tartják, hogy a klasszikus zenével lehetőleg mindenki találkozon, azok is, akik otthon nem hallgatnak hasonló műveket. Ez volt a célja a mostani látogatásoknak is, hogy betekintést nyújtsanak a hallgatóknak e művekbe. Szeptember végén beszámoltunk róla, hogy Jászberénybe a Roma Kulturális Nap záró koncertjét a Szimfonikus Roma zenekar adta. Most október 7-én újra a városba érkeztek a zenészek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem helyi kampuszába. Én ebbe a városba szerelmes lettem, és annyira tetszett, hogy itt voltunk helyettes államtitkár asszonnyal, és azt mondtam, hogy ha legközebb, hogyha jövünk, akkor zenekarostól fogunk ide jönni, és itt muszáj játszanunk ebbe a terembe. Ugye itt tartottunk egy ilyen motivációs előadást mind a kettő. A zenekarnak a tehetséggondozása célja. Fontosnak tartják, hogy a fiatal tehetségeket felkarolják, és nem csak itthoni, hanem nemzetközi színpadokon is be tudják mutatni a magyar zenészeket. A koncerten 2 fiatal tehetség hegedű játékát is hallhattuk. A
A zenekar vezetője elmondta, hogy a klasszikus zene egy olyan érték, amit nem lehet csak úgy átugrani, mindenkinek ismernie kell. Az fontos, hogy a klasszikus zenével mindenki találkozzon, és ugye a legtöbb fiatal, nem csak az egyetemistákról beszélek, hanem általános iskolásokról is, ugye nagyon kevés esetben hallgatnak maguktól klasszikus zenét. Két év kiadás után október 7-én újra megszervezték a családi sportnapot Jászberényben a központi óvodában. Idén a szervezők kiegészítették a mozgásos feladatokat a sporták bemutatókkal. 16 sportegyesület mutatkozott be a gyermekeknek különböző játékos feladatokkal, gyakorlatokkal. A Covid miatti két év kihagyás után idén újra megrendezhették a családi sportnapot Jászberényben a központi óvodában. Ez a nap kifejezetten az egészséges életmódra nevelésről szól, ami az intézménynek is a fő profilja, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a sok mozgásos feladatok keretén belül megismertessük a gyerekeket a különböző sportágakkal is. A szervezők az elmúlt évekhez hasonlóan állították össze a sportnap feladatait, viszont idén kiegészültek egyesületek sportág bemutatóival is az állomások. Az intézményvezető elmondta, tudják, hogy az óvodás korosztálynak még nem célja, hogy ilyen sportágakat versenyszerűen űzzenek, viszont ők fontosnak tartják, hogy segítsenek nekik megismerkedni a különböző lehetőségekkel. Különböző helyszínen fogják bemutatni az sportágukat, emellett mi óvodapedagógusok pedig 6 helyszínen készültünk a gyerekeknek olyan mozgásos feladatokkal, amit menetlevélen fognak majd igazolni, hogy teljesítették. A délután egy közös bemelegítéssel kezdődött. Majd indulhattak a különböző állomásokra sportolni. Útközben találkoztunk görkorcsolyázó gyermekekkel, és azt is megnéztük, a jégkorcsolyások hogyan mutatkoztak be jég nélkül. Elég nehéz megmutatni, úgyhogy különböző képességfejlesztő, készségfejlesztő játékokkal készültünk, amit egyébként mi a jeges foglalkozások előtt használunk a gyerekeknél, mert nem specializálódunk nagyon-nagyon csak a korcsolyázásra, hanem úgy általánosságban szeretnénk felkészíteni a gyerekeket a sportra. Egészen kiskortól várják a jégre vágyó gyermekeket. Tavaly a legkisebb korcsolyásuk 2,5 éves volt. A legalkalmasabb talán az a pillanat, amikor fölcsillan a gyermeknek a szeme, hogy akkor egészen nyugodtan meg lehet próbálni, és akkor megismertetjük, megpróbáljuk megszerettetni vele, de hogyha ez 2 éves, 2 éves, 4 éves, 4 éves, 6, teljesen mindegy, amikor megolyan a szikra, akkor érdemesen kezdeni. A gyerekek biciklizhettek, célba dobhattak, gólyalábazhattak. Voltak gyakorlatok, amelyek az egyensúlyérzéküket fejlesztették, de a focit és a kosárlabdát is élvezhették. Nem feltétlenül a kosárlabdára megyünk rá itt az óviskorba, hanem arra, hogy képességet fejlesztünk. Koordinációt, mindenféle szögdelős, labdavezetős feladatot, kézláb koordináció, kéz szemkoordináció nagyon jól fejlődik vele. És a csoportos mozgás foglalkozások sem maradhattak el. Több mint 600 nevezője volt a Jászfényszorúi Futófesztiválnak. A 2017-ben elhunyt sportember Maróti István emlékére 4. alkalommal szervezték meg a közösségi sporteseményt. Óvodásoktól felnőttekig mindenki kiválasztotta a maga számára a korának és edzettségének megfelelő távokat. 4. alkalommal rajtolt el október 7-én pénteken délután több szakaszban a Maróti István emlékverseny több mint 600 indulója. Az óvodásoktól a felnőttekig több távon és korcsoportban próbálhatták meg tudásukat a résztvevők. A rendezvényen azonban nem elsősorban a versengés, a helyezések elérése volt az elsődleges cél. Maróti Pista bácsi a gyerekeknek akart példát mutatni, azzal, hogy ő sportolt és versenyzett. Nagyon sokszor előfordult, hogy elment az óvodába, kimentek a pályára és futott a gyerekekkel, mindenféleképpen a diákokra koncentráltunk, ők a célcsoport, de nyilván rendezünk nagyobb távon versenyeket is, itt nagyon sok felnőtt van már, 4000 méteren, illetve 1/4 maratonon, tehát terjed a verseny tulajdonképpen. A Petőfi Sándor Művelődési Ház munkatársai szervezésében tartott futóversenyre érkezőket az intézmény igazgatója köszöntötte. Nagyon fontos
fontos jászfényszavunk, hogy minél több ember mozogjon, minél több ember sportoljon, mert ez az egészségünknek az áloga. Maróti István emberi és sportolói példamutatására a rendezvényt megnyitó polgármester is visszaemlékezett. Tisztelettel emlékszem Maróti Pistára, aki igazi sportember volt és a becsületnek egy letéteményese, és igazából annak a mondásnak, hogy az épp testben az épp lélek, de ilyen még sohasem volt, hogy nemzetközi lett a Maróti Maraton. Ugyanis jászfényszorú lengyelországi testvérvárosából, Zakliczynből is érkeztek diáksportolók. Zakliczyn polgármestere megköszönte a jászfényszarúiak meghívását és örömét fejezte ki, hogy a Covid-járvány után ismét kimozdulhatnak és újra sportolhatnak fiatalok és idősek egyaránt. A több mint 600 fős mezőny különböző korosztályainak és kategóriáinak csoportjai egymás után rajtolhattak el a városközpontból. A verseny zárásaként tartott koncertet megelőzően a legkisebbek néhány száz méteres távjától akár a negyed maraton hosszáig kiki edzettsége szerint teljesíthette a kitűzött feladatot. De nem is a táv hossza, hanem a résztvevők befektetett energiája számított leginkább, és a névadó mottója szerint a legfontosabb cél a részvétel volt, valamint az, hogy mindenek előtt Kiki saját magát tudja legyőzni. Ha ősz, akkor kerékpáros teljesítményt ura Jászberény külterületén, mivel október első napjaiban eső áztatta fel az agyvahajt a természetvédelmi területet, a rendezők október 8-ára halasztották a kerékpáros túrát. A megszokott rajt cél is változott, hiszen a rendezők főhadiszállása a Lehel, termálfürdő és kemping volt, innen indultak és ide érkeztek a kerékpárosok. Október 8-án reggel már 8 órától nagy volt a sürgés forgás a Lehel strand bejáratánál, és regisztrálás után innen indultak a 31. zagyvahajta kerékpáros teljesítménytúra minden távjára, ami hasonló volt, mint az előző évben. Úgy, mint máskor, amit tavaly is bevezettünk, a 80-as, ugyanúgy megmaradt a 18-as a tekergőknek, a 32-50, és így ez a négy táv a választható. Úgy láttam az előbb a 32-es távolság mögött nagyon sokan álltak. Ez a tapasztalat, hogy azt választják többen? Igen, pillanatnyilag a vezető, de ugye még ugye itt 3-9 után vagyunk, itt már durván 455 nevezők részvénye, egyértelmű, hogy pillanatnyilag a 32 viszi a prímet, de szépen fejlődik hozzá a többi. A kerékpáros túrára Jászberényből érkeztek legtöbben, így természetes, hogy számukra ismerős a környék, annál is inkább, mert sokan voltak, akik nem először vettek részt a túrán. Már máskor is, most kiegészítettük a csapatot, a barátnőm is jön. Mennyire ismeritek a hajtát? El tudtok igazodni? Igen, el tudunk igazodni. Kell a térkép? Kellően ki van térképezve, de ismerjük a járás, mert már máskor is erre volt az útvonal. Mindig jövünk, minden alkalommal. És melyik távolság önöknek a legmegfelelőbb? 50 kilométer. Mert? Hát mert jól bírjuk még. Kellett valami alkatrészt vagy egyebet hozni? Mi a tapasztalat? Nálam mindig van egy szerszámkészlet, meg egy tartalék belső. A Sándor család ugyan több mint 40 kilométerrel lakik Jászberénytől, de szinte minden évben résztvevői a kerékpáros teljesítménytúrának. A családdal megyünk, de most a legkisebbet, a 18-asat, mert Zsombik egy térdtörés után van, úgyhogy ez az első, mióta lekerült róla a gipsz. Mennyire kell egyébként felkészíteni a kerékpárt? Kell valami alkatrészt hozni, vagy szerszámot? Van nálunk, igen. Azért jó felkészülni. Ez a táv mennyire lesz neked megterhelő, mit veszel észre? A Mátrában lakok, szóval nem nagyon fáradhatok ki. Az előkészítő csoport egyik tagjával is találkoztunk, akinek barátai is vállalkoztak az agyvahajta kerékpárral történő megismerésére. Most először hozom el mind a két gyerekemet, a fiamat és a lányomat is, mind a ketten a 32 kilométeres távon indulunk, illetve a barátainkat is elhoztam, akik még első bálozók, most indulnak először a hajtatúrán. Nektek nem jelent problémát a távolság leküzdése, a térképet se kell használni? Nem. Benne vagyok félig meddig a szervező társaságba, szoktunk segítkezni a pálya kialakításába. Múlt héten is elég komoly eső volt, próbálták a fiúk lecsapolni a sarat a tócsákból, most leellenőrzöm, hogy hogyan sikerült nekik. Úgy tűnik, a Zsolt által említett lecsapolás sikeres volt, hiszen amikor a túrázók nagy csoportja kiérkezett a Kerekudvari útról a Felső-Szentgyörgyire, egyáltalán nem voltak sarasak a biciklik. 9 óra előtt tehát nagyon sokan regisztráltak már a távok leküzdésére, de a főszervező még egy erős hullámra számított. Általában a 9 óra után megint van egy nagyobb rössz a város felől, kerékpárosok, ugye jobban kisüt a nap,
melegebb van, egyértelműen a kisebb srácok, vagy éppen azok az emberek, akik azt mondják, hogy 9 után indulunk, de a 32-50-re megyünk, bőven be tudnak még érni, ugyanis 14 óráig van rá lehetőség. Úgy tűnik, hogy később is sokan éltek a lehetőséggel, így összesen 760 fő vehette át a túra jelvényét és oklevelét a rendezőktől. Jászberény kosárlabda csapata két győztes mérkőzés után az NB1-ben legerősebb együttesét, az A osztályból kiesett Pécsi VSK együttesét fogadta október 8-án, szombaton este. A mérkőzés esélyesének nyilván a vendégcsapat számított, így a tisztes helytállás volt az elvárt eredmény a IKS részéről. Mindenképpen az NB1 B-piros csoportjának lista vezetője a Pécsi VSK kosárlabda volt az esélyes a Jászberényi KSE elleni összecsapáson, de ennek ellenére a hazai csapat kezdett jobban, hiszen az új irányító Csík Rihárdnak a betörése 2 pontot ért, majd Olasz Ádám büntetői is ugyanennyit. Igen ám, de a vendégek két alkalommal is behintettek egy-egy körön kívüli dobást, és így gyorsan fordult a kocka olyannyira, hogy Pécs előnye a kis szünetre 12-re szaporodott. A második etapot is ők kezdték egy hármassal, de igyekezett a hazai gárda is, és tartotta a 10-12 pontnyi hátrányát, ami a negyed végére egyel nőtt, azaz 39-52-nél kezdődött a nagy szünet. A térfélcsere után aztán egyre jobban előre kapott a Berényi gárda és Velkei János első, majd nem sokkal később a második hármasa után egyre jobban fogyott a különbség. Sőt, Homoki Donát palánk alatti duplája után már csak 6 volt közte. Sajnos mindez Tisza virág életűnek bizonyult, mert a pécsiek megrázták magukat, és a negyed végére 19 ponttal húztak el. Így a záró negyedre az a kérdés maradt, hogy belül marad-e a JKS-e a 20 ponton, vagy nem. Sajnos az utóbbi teljesült be, hiszen a bajnok esélyes Pécsi gárda magabiztos 21 pontos győzelmet aratott. A vereség ellenére sincs szégyenkezni való, hiszen sokkal jobb erőkből áll a Pécsi gárda. Reméltem, hogy az első hazai debütálásom kicsit jobb körülmények között, illetve hogy jobb körülmények lesznek a vége, mert sajnos kaptunk egy 20-ast. Az elején a Pécs nagyon nagy tetemes előnyt retett szert, és utána csak jutottunk az eredmény után, úgyhogy ilyen szürkének mondanám, de jó volt hazai pályán játszani. És a közönség, mi a véleményed? Lehet, hogy korábban már ismerted őket, csak akkor nem abban a színben játszottál. Igen, ismertem. Hát nagyon jó volt. Ilyen masszív közönséget még nem játszottam ilyen jó hazai pályán. A következő mérkőzés Debrecenben lesz, ami szintén nem lesz könnyű, hiszen az U21-es gárdának szintén két győzelme van eddig. És nézzük iradunk végén legfontosabb mai híreinket, röviden. Akár polgármesteri tisztségéből is felfüggesztetik Budai Lórántot. A Jászberényi városvezető nem hívott össze a felosztatáshoz szabályosan kezdeményezett rendkívüli ülést. Pócs János szerint minden nap veszít Jászberény, amíg ez a városvezetés regnál. A képviselő is kifejtette véleményét a feloszlatás polémiájáról. 760-an kerékpároztak az idei Zagyvahajtatúrán. Eddig a Hír 18 hétfőn este, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, riportjainkat, műsorainkat megtalálják a Jászsági Térségi Televízió internetes platformjain, kövessenek bennünket Facebookon, YouTube-on, illetve kövessék híreinket a jttv.hu oldalon is. Mindenkinek jó pihenést, vigyázzanak az egészségükre, viszontlátásra!